Idén már a megújult szakképzési rendszerben tanulhatnak a diákok. Többek között újdonság, hogy a tanulók munkaszerződést kötnek a duális képzés nyújtó partnerrel, tehát valódi munkavállalókká válnak, fizetést kapnak, a mindenkori minimálbér 60%-át, több mint 100 000 forintot. Továbbá szabadságra is van lehetőségük. Az új rendszer értelmében az elméleti oktatást is a képző partner biztosítja. A szakképzési munkaszerződés egy merőben új téma a szakképzés gyakorlatban. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint egy normál munkatörvénykönyv szerinti állás. Itt is jár a tanulóknak szabadság, attól függően, hogy 18. életévüket betöltötték, avagy nem. Mind a diákok, mind a képzőpartnerek részéről számos kérdés merül fel az új szakképzési rendszerrel kapcsolatban. Pek Gábor azt mondja, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályának duális képzési tanácsadói bármikor az érdeklődők rendelkezésére állnak. Érdemes tájékozódni a területi illetékes kamarának a honlapjáról. Itt számos segédanyag elérhető mind a cégeknek, mind a tanulóknak. Normatíva és költségkalkulátor van, aztán különféle háttéranyagok, jogszabályi keretek, minden fontos kérdés elérhető, illetve mi is állunk rendelkezésre, mint képzési tanácsadók telefonon vagy e-mailben. A tanácsadó szerint a megújult szakképzési rendszer a képzőpartner és a tanulók szempontjából is előnyösebb. Előbbi akár a saját utánpótlását nevelheti ki, a diákok pedig olyan szakmai tudásra tehetnek szert, amelyet az iskolapadból nem tudnának elsajátítani.